The okay, lift up. És akkor kellemes vasárnap délután, kívánunk mindenkinek. Sziasztok! A Space Junkie YouTube csatornát látjátok ismételten. És nagyon hosszú szünet után végre visszatértünk a Max Q adásunkkal. Oké, okay, akkor hadd kezdjem a kollégákkal. legalább látjátok Dávidat. Sziasztok, hello. Fölötte Bence. Sziasztok, üdv mindenki. Én pedig Szabi vagyok, és hárman leszünk a gazdátok. Üdvözlünk mindenkit a chatben. Üdvözlünk mindenkit, aki majd később podcaston hallgat minket vissza csak hogy a jövőbe előre gondolunk, és már most köszöntünk mindenkit a jövőben, vissza a jövőbe. Úgyhogy én szerintem ne is húzzuk a, a, az adást, mert van egy csomó minden, amiről szeretnénk ma beszélni. Úgyhogy én át is adom a szót a kollégáknak, és szerintem kezdjük is el. Tehát akkor a szokásosan a, szokás, a múltbeli indításokkal kezdünk. Most jó sok volt, úgyhogy megpróbálom rövidre fogni, tehát nem annyit nem, nem annyira részletesen beszámolni egy, -egy indításról. Azt előre elmondom, hogy a Szabi ezt a képet behezd, amit készítettél az indításokról, uh -huh. akkor ugye minden sorba egy küldetés tartozik, és a sor végén van egy csillag abban az esetben, hogyha mi közvetítettük azt az indítást. Mert bevallom, amikor ezt a listát készítettem, akkor annyi sok infos adat volt, hogy Nehéz volt követni, hogy melyiket adtuk élőben, és melyiket nem. Úgyhogy ezt magamnak és a nézőknek is egy ilyen kis jelzésképpen be be beillesztettük ezeket a csillagokat, hogy tudjuk, hogy melyik adást lehet visszanézni, ha esetleg még nem láttátok volna. De akkor szerintem kezdhetjük is. Uh -huh. Ugye a legutóbbi április 18-i MaxQ indításunk után volt egy Um, egy indítás, ami nem más volt, mint a Crew 2, ugye a második operatív személyzetes küldetés a SpaceX nemzetközi űrállomásra. Ez egy Falcon 9 rakétával indult, ugye a Crew Dragon volt, a Crew Dragon űrhajó volt a Falcon 9-nek a tetejére helyezve, és sikeresen eljutatta a négy fős személyzetet a nemzetközi űrállomásra. Ezt is élőben közvetítettük egyébként, hát nem tudom, talán ezek közül az egyik legcsodásabb indítás ez volt, hogyha így az összességében veszük őket, mert mégis azért a személyzetes küldetéseknek megvan a maga varázsa, hogy úgy mondjam. És az első fokozat is egyébként sikeresen visszatért, azt elfelejtettem oda írni, de az is leszállt a drónhajó. A következő indítás egy orosz küldetés volt, mégpedig a hatodik OneWeb misszió. Hát inkább félig orosz, mert ugye a rakomány az amerikai volt. 36 darab OneWeb műholdat állítottak pályára április 26-án a Vosztocsnyi központból. Ugye ez a távol-keleti orosz űrrepülőtér, ami majd a jövőben a Bajkonúrit fogja, a bajkon úrit fogja leváltani és ez egy Soyuz 2.1 A hordozó rakétával történt meg. A következő indítás egy, egy titkos katonai küldetés volt az Enrol 82. Ez április 26-án, tehát ugyanezen a napon történt a Vandenberg légitámaszpontról, ami az Egyesült Államok nyugati partján helyezkedik el Kaliforniában, és ezt az indítást egy Delta 4 Heavy rakéta végezte el és a Enroll 82-es rakományt sikeresen pályra állította. Közvetítettük? Uh, volt. Ah, igen, tehát ott van a kis csillag, tehát közvetítettük ezt a missziót is szintén. Egy nappal később egy kínai indítás történt, és a Taiyuan űrközpontból egy Long March 6, vagy szépen magyarosan egy hosszú mentel és 6 rakéta indult el, a Csilló 1 és 4 kínai műholdakkal, illetve több Rideshare rakományal, amelyeket nem írtam ki, mert akkor még egyszer ilyen hosszú lenne a, a szöveg. Tehát főleg kínai cégeknek, illetve egyetemeknek kisebb műholdak álltak ekkor pályára, és ez is egy sikeres küldetés volt. Hát igen, kínai nyitásokat nagyon nehéz közvetíteni, ugyanis nem sokszor van elérhető livestream, amit ugye mi tovább tudunk adni és ez esetben sem volt. Április 29-én ez egy nagyon speciális nap volt, vagy nagyon speciális reggel volt, az, hogy miért, az majd később kiderül. Tehát ezen az április 29-i napon az Ariane Space indította először a, egy Vega rakétát, és a Pleiades Neo 3 francia katonai műholdat állították pályára. Ez a dél-amerikai Guyana űrközpontból történt meg, és uh, hát a eléggé vegyes múltal rendelkező rakétának a, a hírnevét úgymond hozta rendbe ez az indítás, mert ugye az elmúlt négy indításból kettő sikertelen volt, úgyhogy... De szerencsére minden uh, problémát már a francia, illetve ukrán mérnökök kiavítottak, mert ugye ennek, ebben, ebben a rakétában egy ukrán hajtómű végzi a későbbi pályára állítást, úgyhogy az európai összefogás keretében jött létre. Hát igazából most kezdődik az érdekes dolog, ugyanis ezen a pár órával később állt pályára a kínai űrállomás első modulja, a Tianhe-fő modul, egy Long March b rakétával a Wencheng űrközpontból, és bármilyen meglepő, de ezt adtuk élőben. Mikor kezdődött, Szabi, az élő stream? Nagyon-nagyon korán. <laughs> igen. Igen, 4 óra tájékában. Uh -huh. Tehát egy nagyon korai indítás. Magyar, uh -huh. hát ma magyar idő szerint nagyon korai. Angol idő szerint meg pláne. Uh, nem éltem még. Ahhoz képest egész rendezett az arcod. Most így visszanézve. Komoly plastikai munkát igényelt. De szegény nem. mencét, ne szakítsuk félbe. Igen. Um, tehát ezen a misszion uh, pályára a TNO modul, ami ugye a moduláris kínai űrállomás első darabja, de erről mi később részletesen beszámolunk. Uh -huh. És azt hiszem 40 perccel később a SpaceX is indított egy rakétát, és ez pedig a, a Falcon 9 volt a Starlink 24-es küldetésen, uh -huh. amit szintén tudtunk élőben közvetíteni, úgyhogy ez volt a csatorna életében először, hogy egyszerre kettő rakétaindítást tudtunk elcsípni. Élőben? Ezek, élőben volt e egy olyan igen. pillanat, hogy a két külön élőadás ugye osztott képernyőn, és azért még ilyen tényleg nem volt, de most már azt igen. mondhatom, hogy ide is tehetünk egy pipát. Hát, ha jól emlékszem, akkor a jobb oldali képernyőn a, a kínai rakét első fokozata ment, a bal pedig pedig emelkedett fel a Falcon 9. Úgyhogy nem durva volt mindenképpen különleges reggel volt, és tényleg megérte, én úgy gondolom, felkelni, aki itt volt velünk élőben. Igen, a jó dolgokért meg kell szenvedni, mint tudjuk. Mártnap Kína nem állt meg, és még egy rakétát elindítottak, ez a Long March 4C rakéta volt, amit a Góbi Sivatagban található Csícső központból indítottak, és a Jaukán 34 műhold triót Állították pályára. Ez, ez három darab műhold, eh, tulajdonképpen, amik katonai eh, célokat szolgálnak, úgyhogy ennél többet nem is tudunk róluk mondani. Ez egy tipikus kínai küldetés volt. És ezzel be is fejeztük áprilist, eh, elérkeztünk ugye májusba, és május 4-én volt a leg. Eh, a következő indítás, amikor szintén egy Starlink küldetésnek lettünk a a nem is fültanúi. Hát fültanúi, talán eh, még nem. De a Starlink-25 eh, misszió indult el a negyedikén, ezt szintén tudtuk élőbe közvetíteni, és hogyha ha jól emlékszem, akkor ez volt az, ami Magyarországról is látható volt. A Azt hiszem, hogy igen, igen. Tehát ez a Kennedy ürközpontból indult el a 39A indítóállásról, uh -huh és nem sokkal, talán 20-22 perccel a Magyarországról is meg lehetett figyelni Ez volt közvetot. az, igen. Hogy beletekerek a videóba, látom, itt az, amikor küldtétek a, a felvételeket később. Ez egy, ez egy marha jó indítás volt egyébként, és tök jó volt, hogy ennyien részt vettetek, és ennyien láttátok Magyarország fölött átrepülni. Igen, igen. Az objektumot. Két napra rá a Starbase telepejről, nevezzük így vagy inkább Starbase központból uh, elindult a SpaceX Starship SN15 prototípus a, a 10 kilométeres tesztrepülésre, és most először a történelemben leszállás után egy darabban maradt, és a leszállás is egy hát sima leszállásnak nevezhetjük, mert ugye az sn 10 nek a, a landolás nem volt a leg, uh, legkönnyebb, tehát egy kicsit odaverték a Starship-et. Csipattagós de... lett. Igen, igen. De most először az SN15 végrehajtott egy szinte, tehát mondjam, tökéletes tesztrepülést. És hát egyelőre a jövője még kérdéses, de erről majd fogunk beszélni később az adás folyamán. Ugyanezen a napon egy másik kínai indításnak láttunk tanulni, egy Long March 2C. Ez szintén katonai műholdak, úgyhogy nagyon sokat nem mondhatunk erről, csak spekuláció főkép, mert ugye nem, nem publikálják, hogy mit visznek felé. Május 9-én egy újabb Falcon 9 indult, a Starlink 27, amit szintén tudtunk élőben közvetíteni. Hát megszokott módon sikeres küldetés és sikeres visszatérés, tehát 100%-os missziót tudhatott maga mögött a SpaceX és ha jól emlékszem ez volt a tizedik repülése a, tehát az első olyan booster, ami tizedszer is repült de uh -huh. javítsatok ki, hogyha nem így van igen, ez volt uh -huh. az 1051-es de, de akkor mehetünk tovább az Electronra, ami talán kicsit de, de sajnálatos küldetés volt, ugyanis nem volt sikeres tehát a május 15-én a Új-Zélandról elindult a Running Out of Toes eh, küldetés keretén belül az Electron eh, hordozórakét, ami ugye a Rocket Lab cég eh, kis teherbírású űrakétája. Közvetítettük. És eh, közvetítettük, igen. És a rakománya pedig kettő a Black Sky Föld megfigyelő műhold volt a, a Black Sky cégnek. És eh, közvetítettük azt, eh, ahogyan Hát tulajdonképpen visszatér a légkörbe a második fokozat, ugyanis nem, nem sikerült nekik ez az indítás. Láthattuk, ahogy a két fokozat elválás után a második fokozat irányíthatatlanná válik majd az FTS, tehát a Flight Termination System, ami magyarul a küldetés megszakító rendszer. Leállította a második fokozatnak a hajtóművét, és tulajdonképpen így elveszett a. Két műhold és a küldetés is kudarc lett. Azóta már azt írták, hogy jó úton vannak a probléma megtalálásához, de még nem, nem 100%-os a hiba kiavításában. Ez a legfontosabb talán üzenete ennek az egésznek. Ugye láthatjátok jól, szerintem mi még túl sok uh, sikertelen küldetést nem közvetítettünk az, az aktív uh, egy évünk alatt, de de ez mindig szomorú egyébként, és, és talán ez a legfontosabb, hogy egy cégnek legyen az bármelyik e, rakita foglalkozó cég, hogy ebből sikeresen is, tehát e, kerülnek ki és felülkerekednek, és megtalálják a problémát, és, és ezzel még biztonságosabbá válik egy jármű. Szomorú, de remélhetőleg. E, hamarosan kiavítják, és töretlenül. Ez volt a második sikertelen küldetés ugye a húzból Igen, mm -hmm. igen. Tehát még így is egészen Se sikerült. Az arány. Uh -huh. uh, és itt még mindig nem állunk meg, mert még csak május 16-ánál tartunk. Uh, egy újabb Stalin küldetés uh, történt a starlink 26, ami a keleti űrközpontból a 39A startálásról indult, és egy Falcon 9 rakéta állította a pályára a 60 darab műholdat. Um, sikeres volt a, tehát a teljes misszió, illetve a visszatérés, úgyhogy semmi extra úgy mond. Uh -huh. Annyi hát... talán, hogy annyi talán, hogy először láttam a második fokozatot London fölött. ami... Tényleg ez volt az a misszió, igen. Illetve talán Körülbe. itt bírtak ki először a kamera teljesen a, az első igen. Kor, fokozott felezeti kamerája a visszatérést. Úgyhogy eléggé érdekes lát, képeket láthattunk, tényleg, ahogy talán csak egy néhány másodperccel szűnt meg a kapcsolat, de így a drónhajós leszállást azt konkrétan teljesen simán élőben láthattuk. Talán egyszer volt ilyen, de lehet, hogy amikor még az űrben volt a fokozat, akkor volt egy kis zavar az erőben, és akkor elvesztettük a jelet, de... Csodálatos felvételek ellen... voltak. Mm. Igen. De így is nagyon durva, hogy végig tudtuk látni a az első fokozat útját. Mm. Uh, igen, ez, ez megint egy nagyon specko küldetés volt, mert ritkán indul az Atlas V, de 18-án ezt is sikerült uh, élőben adni. A Cape Canaveral-ből a Slick 41, vagy a SLC 41-es um, indítóállásról az Atlas 5 421-es uh, konfigurációban elindult, és a S-Bears, vagy C-Bears így is úgy is szokták ejteni. Uh -huh. a Sibirs Geo 5 rakétavédelmi műholdat állította a geostacionárius pályára. Uh -huh. Teljes sikerrel egyébként nagyon érdekes volt, hogy végigmutatták a második fokozatnak a működését, tehát a Szent a a legutolsó manőverét, és élő telemetria volt. Tehát láthattuk, hogy milyen magas pályára állította a műholdat a Centaur, és azt hiszem 5 vagy 6 kilométeres pontossággal sikerült belőni a geostacionárius pályának a magasságát. Mm. Úgyhogy ez mutatja mm. azt, igen, ez mutatja azt, hogy a ULA mennyire pontos az ilyenekben. Profik. És hogy miért? Igen, ahogy, a, ahogy, a, SpaceX az első fokozatlanulásnál, ugye a ULA a geostat pályára a történő állításnál nagyon pontos. Igen, az bullseye volt, úgyhogy. Igen mindkét cég így jól eloszta a feladatokat, vagy hogy mondjam. Igen. Na de haladjunk tovább. A következő misszió, és ez már az utolsó előtti, a Kína indítás volt, csiu volt, tehát a Góbi sivatagbeli űrközpontból, és a Haiyang 2D óceánkutató műholdat állították pályára egy Long March 4B rakétával. Blogon is olvashatatok róla. Nem blog. A Hí, a bocsánat, híroldalon bocsánat a is olvashatatok e, róla, ugyanis e, új kollégánk M Csabi e, számolt be az indítás híréről. Úgyhogy a csapatunk is e, bővült közben. Az az Mr. Talán nével csak Long Igen. már Csabi. Igen. A csetben. Te találjátok. Igen. A Kína lezárt az indításoknak a sorát, de azért még oda írtam, hogy megemlítettem a tegnapi Virgin Galactic üdvigrást, bár Jó, ez, ez... Itt nem állítottak semmit pályára, ez csak egy szuborbitális repülés volt. A VSS Unity Apo. Um... Apo szuborbitális repülőgéppel, vagy, vagy szuborbitális űrhajóval talán nevezhetjük űrhajónak. Két, két pilóta vezette tulajdonképpen ezt, a, ezt az űrrepülőgépet. Egy hibrid rakéta emelkedtek, azt hiszem 80 km, 80 km 89 km. 89,2 egész konkrétan. igen, magasságban, és aztán ugye tértek visszairányítottan, irányítottan. Uh -huh. és pár názak. Pár náza kísérlet is volt egyébként a pedélzeten, úgyhogy no. nem csak ilyen hobbi repülés volt. Azt uh -huh. tudni kell, hogy ez egy eléggé hányadhatott sorsú jármű, és szerintem nagyon sokan skeptikusak vele. Konkrétan ez volt az első indításuk ugye a mohavesi vatakból, és a másik dolog, hogy egy, egy korábbi verzió lezuhant, Pontosan, amit látunk, ez a manőver, ez túl hamar aktiválta, vagy túl kis, nem tudom pontosan, ez nem túl hamar aktiválta. Túl mm -hmm. a pilóta hát... is egyszerűen darabjaira szakad. Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy, egy fontos mérföldkő. Azt azért tudni kell, hogy ők azt hiszem egy-két év eltérések körülbelül akkor kezdték a pályafutásukat, mármint a Virgin Galactic, mint a SpaceX. Tehát ez azért nagyon jól reprezentálja, hogy hogy mennyire nem haladnak a programmal. És gondolom az a, az a, az a halálos kimenetelű teszt. Ez nagyon az nagyon az két évig nem is repültek egyáltalán, tehát sem, semmilyen teszt nem történt két évig. Ami ilyenkor ja, teljes mértékben érthető. Elég megnézni magát a járművet is, tehát bármi valósul el, akkor nincsen, hogy vészmegszakítórendszer. rendszer, tehát mm. Például a New Shepard, tehát a Blue Origin-nek a szoborbitális járműve, uh -huh. ott van külön egy rakéta motor arra, hogy elemelje a kapszulát, hogyha bármi probléma történik a rakétával. Uh -huh. Itt egyetlen egy kabinba vagy bezárva tulajdonképpen, aminek szárnyai vannak. Ez egy repülő alapvetően. Ez egy, egy repülő, igen. Ja. Itt uh -huh. nincs olyan, hogyha bármi balósul el, akkor uh -huh. akkor megnyom, megnyomod a piros gombot, és akkor um, tulajdonképpen elmenekülsz. Tehát. Igen. Itt mindennek um, tökéletesen kell működnie. Igen. De tényleg mindennek. Tehát a következő három hét, azt hiszem úgy szedtem össze három hét indításai. Uh, 26-án, azt megnézem pontosan milyen nap, de jól sejtem, akkor Szerda. szerdán. De szerdán lesz egy Falcon 9 indítás, és nagy meglepetésünkre egy újabb Starlink küldetés indul. Úgyhogy a Starlink 28 missziót fogják elindítani a Cape Canaveral SLC 40-es indítóállásáról egy Falcon 9 rakétával. Egyébként ezt szervezők is közvetíteni, mert ez is ilyen ö, esti, esti, órákban lesz. Uh -huh. Ráadásul Látod. mennyire... Igen? Ja, bocs, bocs, Nem csak, hogy ráadásul jó hír nekünk itthon Magyarországon élőknek, hogy vagy talán neked is, Bence, hogy eléggé tiszta időt mondanak az napra, ahhoz képest, hogy mostában milyen van. Szóval még az is lehet, hogy, hogy megint észlelhető lesz majd a Starlink vonat. Vagy az első, vagy a második orbitnál, de, de a lényeg, hogy ez hasonló lesz, mint a Starlink 25, ami, ami az, elő, az előző esti indítás volt. Úgyhogy megint, megint szerencsénk lehet. Szóval mindenképp tervezük közvetíteni, és, és megint ugyanúgy tervezzük, hogy folyamatosan beszámolunk majd a az éppen aktuális helyzetről, illetve hogy mikor látható majd itt Magyarország fölött a Starlink vonat, illetve még a másik fokozat is. Igen, akkor ez olyan, pont azokban az esti órákban fog elindulni, hogy optimálisak lesznek ugye a fényviszonyok ahhoz, hogy uh -huh. fölöttünk is látható legyen az átvonulás. Uh, 27-én, tehát csütörtökön egy orosz indítást uh, terveznek, mégpedig a OneWeb 7 küldetés keretén belül ugye újabb 36 a OneWeb internetes műholdat fognak pályára állítani, egy Soyuz 2.1 a típusú rakétával. Május 29-ére lett halasztva a, a űrközpontból induló a Tien Chu 2 az indítása, ami egy hosszú menetelés 7 vagy Long March 7 rakétával fog elstartolni. Ez lesz az első küldetés ugye a Tien Ho űrállomás modulhoz, és így várhatóan a 13 tonnás űrhajó fog majd rádokkolni két nappal később, tehát a indulást követően két nappal az űrállomásra. Egyébként ilyen kis fun factként ként megemlíteném, hogy a jelenleg a TNSú típusú tárgyak a, legnagyobb teherkapacitású eszközök, amik, amik terhet tudnak szállítani egy űrállomásra, ugyanis 6,5 tonnás a teherkapacitása ennek. 31-ére ismét egy kínai indítást terveznek a Sichang űrközpontból, egy Long March 3B rakétával és a Feng 4B um, időjárási műholdat fogják a geostacionárius pályára állítani. A június 1-én fogja elindítani a SpaceX a Sirius XM8 rádiótávközlési műholdat, ami eléggé meglepő, hogy el fog indulni, ugyanis az XM7, aminek az indítását egyébként közvetítettük még januárban, uh -huh. Tehát a, az XM7 és az XM8 indítására kapott megbízást a SpaceX. Később kiderült, hogy az XM7 uh, műhold meg, um, uh, meghibásodott uh, az űrben, és uh, te, de tulajdonképpen úgy meghibásodott, hogy abszolút kuka lett az egész. Mm. És az XM5 um, tartalék műholdat kellett uh, életre kelteni, hogy um, tulajdonképpen Működjön a Sirius cégnek a lefeledtsége, illetve a szolgáltatásai. De úgy tűnik, hogy az XM-8 műholdnál már kiavították ezeket a problémákat. Június 3-án a Cargo Dragon CRS-22 küldetés is elindulhat, ami szintén egy SpaceX küldetés, és a Kennedy űrközpontból fog elindulni a Nemzetközi űrállomásra a Cargo Dragon teherűrhajó és a rakományok közt fog szerepelni az új uh, tábla pár a nemzetközi űrállomásra, amiből ugye uh, három fog indulni. Tehát most uh, kettő darab uh, ilyen kihajtató napelemet fognak felújítani. Uh, jó, és akkor előkeztünk az utolsó küldetéshez, ami az egyik személyes kedvencem. Ez pedig június 15-én egy kínai sencsú űrhajót fognak elindítani három űrhajossal, uh -huh. Ez lesz a sencsú 12 küldetés, és egy hosszú menetelés 2F, vagy Long March 2F rakéta fog elindulni. És ez lesz az első személyzetes kínai küldetés 2016 óta. Úgyhogy nagyon érdekes lesz látni, hogy Kína újra embert küld az űrbe, és ugye már a űrállomásra fognak dokkolni, ahol már ott lesz az jó is. Jó, és akkor szerintem az indításokat le is tudtuk, az indítás blokkokat, úgyhogy most már mindent tudtak a következő időszakról, valamint az elmúlt időszakról, hogy mi történt, és mi várható. Kezdjünk akkor az űrállomással, mert azért szerintem érdemes róla beszélni a kínai űrállomásról. Ugye rögtön a állás után már jöttek a a hírek, hogy az első fokozata a rakétának ugye földkörüli pályán maradt, és akkor az elkövetkező, rákövetkező két hétben tulajdonképpen a félvilág arra figyelte, hogy most hova fog lezuhanni a kínai rakéta, és akkor jöttek a kínai rakétabingók, hogy ki nyer, hogy hova fog zuhanni, meg, meg teljesen ilyen agyament dolgok, úgyhogy végül szerencsére az indiai óceánba zuhant bele a rakéta, tehát a a Long March 5B rakétának az első fokozata ugye úgy működik, hogy az első fokozaton van rajta maga a hasznos teher, és e köré négy segédrakéta kerül. És tulajdonképpen az első fokozat állítja pályára magát a rakományt is, és így ezzel maga is um, pályára kerül, és ez ugye pár hét alatt a légkörű surlódás um, lelassította őt, és belépett a Föld légkörébe. Csak itt ezzel az volt a probléma, hogy senki nem tudta, hogy ez hol fog megtörténni. Ha pár órával hamarabb történik meg, akkor tulajdonképpen a mediterrán térség fölött lép be a légkörbe, és végig kaszálja Olaszországot, illetve Görögország területeit. Úgyhogy akár károk is keletkezhettek volna, szerencsére ez nem így volt. Az előző Long March indításnál is uh, szerencséjük voltak a kínaiaknak, ugyanis akkor is lakatlan terület felett um, lépett be a légkörbe rakéta. Um, és ugye nem keletkezett semmi kár, illetve senki nem sérült meg. Uh, egy ilyen belépést egyébként sokan úgy képzelnek el, hogy egy az egyben lezuhon a rakéta a földre, de ez nem így van, hanem ez több mint 1600 fokos uh, 1600 Celsius fokra ez, és ennek a nagy része elég a légkörben, mert ugye orbitális sebességgel zuhan bele a föld légkörébe. De még így is több darab megmaradt például a nagy nyomású tartályok vezetékek, illetve hajtóműnek a komponensai, amik arra vannak tervezve, hogy az ilyen nagy hőmérsékleteket, illetve nyomásokat kibírják. Ez a kép, ami most van, ez a TNH modulnak a belseje. Itt láthatjuk, hogy a nemzetközi űrállomáshoz hasonló a, a Itt hát, számítógépek, képernyők vannak. Egyelőre még tiszta, de nagyon letisztultnak tűnik, de ez valószínűleg az űrhajósok beköltözése után már nem így fog kinézni. Ezzel a iss is láthatjuk, hogy van ott minden. A plafonon, a padlón, a falakon, úgyhogy valószínűleg itt is úgy lesz. Maga ez a modul tulajdonképpen az űrállomásnak az agya lesz. Tehát itt van minden irányítórendszer, a navigáció, tájolás. Az űrhajósok is itt fognak lakni, tehát itt három űrhajósnak van ilyen lakókabin kialakítva. Orosz mintára van egy kis ablakuk, úgyhogy ki tudják nézni a földet, hogyha esetleg nem tudnak eloludni, hogy valami ilyesmi. Tehát van szép kilátásuk. A, szükségleti rendszerek is itt vannak, tehát ilyen, ilyesmi, hogy WC, konyha, stb. ezt itt tudják elérni. Tehát már ez az egyetlen modul egy önálló űrállomásként is képes működni. E, ugye az áramellátásért napelemek felelnek, és van pár kép, fedélzeti kamerakép a kinyitott napelem táblákról, és itt van egy kép. Tehát ez az űrállomásról készült, tehát láthatjuk a Földet, ugye alatta, a napot és a kinyitott táblát. Ez volt az első kép, ez rögtön a pályarállítás után érkezett. Ami érdekesség ennek az űrállomásnak, hogy a hagyományos fúvókák mellett ionhajtóművekkel is rendelkezik, tehát ilyen ion meghajtásom emelik folyamatosan a pályáját, hogy ne zuhanjon vissza. Ez egy hatalmas és dolog egyébként. Igen, és ami még érdekesebb, hogy ezek kicserélhetőek, tehát hogyha egy áramlik, akkor csak egy űrsét a keretén belül kimegy a két űrhajós, és kicserélik őket. Úgyhogy tényleg nagyon jól ki lett ezt a állva. Uh -huh. És akkor, ahogy említettem, hoztam nektek egy fotót. Ezt a felvételt uh, Philip Smith készítette, egy amerikai lakos és amatőr ISS fotós, és ennek talán az a érdekessége, hogy láthatjátok ugye egyrészt a csak mert van ilyenünk is, akkor most le is tesztelem. Nemzetközi űrállomás. <laughs> Valamint, ugye, itt látható az első fokozata a kínai űrállomásnak, és ennek talán az az érdekessége ennek a, ennek a felvételnek, hogy ugyanazzal a kamera és távcső beállítással készült, nem is a beállítás a lényeg, hanem az optikai rendszer ugyanaz, tehát valamennyire jól reprezentálja, természetesen nem pont ugyanolyan távolságra voltak az észlelőtől, de ez valamennyire jól reprezentálja, e, arányosan, hogy mekkora az első modul a nemzetközi űrállomáshoz képest. Úgyhogy ez talán ezért is érdekes ez a távít. Az űrállomás pályára állítása után egy másik hatalmas mérföldkövet is elértek a kínaiak. Ugyanis leszálltak a Marsra, ami azért nem egy, nem egy olyan dolog, ami minden héten történik, mint például egy Starlink indítás, úgyhogy szerintem érdemes róla beszélni. Tehát ez az első kép, ez a Tienve egy, egy szondáról készült, amikor még félúton volt a Mars felé. Egy ilyen kibocsátó kamera készítette ezt a szondáról, amit Wi-Fi-n keresztül tehát ezt a képet Wi-Fi-n keresztül juttatta át a szondának ez a kis kilöghető kamera, és tulajdonképpen így a űrben készített magáról egy szelfit a szonda. Itt láthatjuk a felépítését is, ugye ez a felső ezüstös kúp, ez a leszálló egység és a rover, tehát a marsáró. Ez az alsó aranyfólia, aranyfóliával bevont egység pedig maga a Tianwen keringő szonda, ami majd később továbbította a jeleket ugye a leszállóegységről, és ennek van ez a kettő napelem táblája, ami az út során ellátta a szükséges energiával ugye az elektromos rendszereket. Itt, itt láthatjuk magát a, a a felépítését. Ugye alul láthatjuk ezt a szürkés harang formát, az a főhajtómű a Tianwen 1 űrszondának, ami az érdekessége, hogy kínaiak nem bonyolítják túl ezeket a dolgokat, és ha jól tudom, akkor ugyanaz az a, tehát ez a hajtó, ugyanaz, amit a csengi küldetéseken használnak a holdra csak egy kicsit át van alakítva. Uh -huh. Tehát felhasználják ugye az eddig már jól bevált technológiát. Ez a fehér, um, fehér panel az oldalán, ez a, ez a nagy nyereségű antenna, és ezzel tudnak nagy sávszélességben Lenne kommunikálni. Az... Igen. Uh -huh. Tehát ezzel tudnak nagy sávszélességben kommunikálni a Földdel. Uh, itt a két oldalán ugye ez a két naptáblánk, amit már előbb is mutattunk, illetve itt el láthatóak a különböző tudományos műszereknek az elhelyezkedése is. Uh, például egy uh, nagy, uh, nagy felbontású kamera is található a szondán, amivel a leszállás előtt még föltérképezték a terepet. Ez egy kép magáról a szondáról, amint éppen a Mars felett. Tehát ez, ez a Mars közelség idején volt, és ez éppen a fékezés pillanatát kapta az a kép. Láthatjuk alul egy krátert is megfigyelhetünk, és ekkor állt Mars körüli pályára maga az űrsonda, úgyhogy ez csak gondoltam egy ilyen képet berakok erről, mert ugye ez, ez volt az egyik leg. Kritikusabb pontja a missziónak a leszállás mellett. Igen. Ez az első kínai kép a Mars a felszínéről. Úgyhogy nagyon-nagyon túlra nagyon tényleg. Azt tudni kell, hogy ez nekik az első járművük, ami sikeresen landol, az első Rover. Nagyon-nagyon jól felszerelt Mars járóról beszélünk, tehát nem nem csak egy olyan dolog, hogy valamit összetákoltak, és aztán kész. Uh, rendelkezik egy uh, több spektrumú kamerával, tehát majd panorámaképeket is fog készíteni. Több navigációs, illetve ilyen beszéljelző kamera is van a roveren. Egy meteorológiai ilyen kis állomás. Tehát, ha minden igaz, akkor napi szintű jelentéseket fogunk kapni majd az utópia síkságnak a időjárásáról. Jó, tehát ugye ö, több mint egy hónapja ugye nem volt MaxQ, de azért mondjuk a, amikor volt ugye a Starship indítás, azért nagyjából próbáltuk közben is ugye felölelni így a a témákat és a történéseket, ami ugye Bokacsikában zajlik, vagy hát most már akár nevezhetjük Starbase-nek is, ugye most már ö, a, héten, a, héten, tették ki ezeket a világító betűket, ugye, Bence? Valahogy e igen, most már nem a... Igen, tehát most már, hát kvázi hivatalosan is most már Starbase-ennek az egész komplexumnak a neve, amit ugye korábban már Elon Musk ugye Twitteren már pedzegetett, hogy így fogják hívni, és egy konkrétan egy teljesen új várost egy ilyen űrvárost, vagy nem is tudom, minek mondjam, szeretnének felépíteni. Tehát még ahogy most kinéz ez az egész Pokacsika terület, ez még közel sem az a végleges forma, amit mondjuk akár pár éven belül láthatunk, de azért igyekszünk mindig nyomon követni az eseményeket, ugye főleg például a Vadabaudit csatorna révén, vagy pedig ugye, amit ő is szokott mutatni, ugye az RGV Ariel YouTube csatorna jó voltából, légi felvételeket is kapunk, és ebből próbáljuk ugye összehozni, hogy mennyi minden történik, és tényleg napi szinten annyi változás van, hogy tényleg már követni is nehéz. Most úgy tűnik, hogy a, tehát ami, ami eddig előtérben volt ugye magának a Starship második fokozatának a, proto, a különböző prototípusainak a tesztelése, az picit most úgy tűnik, hogy a háttérbe húzódik, vagy a háttérbe szorul, hiszen most már annyira az első orbitális tesztpályára, vagy teszt repülésre készül a SpaceX, hogy, hogyha most akár pár órát is ugye el kell, ö, vagy félbe kell szakítani ugye az építési munkálatokat, már az is nagyon sokat számít. De a lényeg, hogy ami az utóbbi hetek legfontosabb ö, eseménye volt, vagy, ö, vagy ilyen háttér eseménye, inkább úgy mondom, hogy a SpaceX beadta az FCC-nek, az előbb emlegetett FCC-nek, tehát a Federal, Federal Communication Committee-nek, tehát a Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak, az első orbitális tesztrepülésről szóló dokumentumot, tehát ebben részletezik, hogy természetesen, hogy honnan indulna az első Starship uh, Super Heavy rendszer, tehát az első és másik fokozat együtt, uh, és a különböző fázisokban éppen mi és mikor történne. Tehát egy uh, részletes betekintést nyerhettünk már mi is ebből a dokumentumból, hogy uh, hogy is fog kinézni az első uh, orbitális tesztrepülés amit egyébként a Starship SN20, illetve a Super Heavy BN3 horzórakétával szeretnének végrehajtani. Tehát ezúton is köszönjük Bencinek a tényleg a teljesen nagyon oladó munkáját, és mert ezt ő csinálta egyedül, persze a dokumentum alapján, és, és ez nagyon jól szimulálja, illetve prezentálja, hogy mi, milyen fázisok is történnek majd. Hát, nagyjából egyébként azért hasonlítani fog a Falcon 9-nek egy indításához. Tehát, hogy a, nyilván emelkedik, vagy hát elindul a, a Starship Super Heavy, utána pedig az emelkedési fázis után szétválik az első és második fokozat. És az első fokozat, ugyanúgy, ahogy a Falcon 9 első fokozata, egy vízre szálló manővert fog végrehajtani, és ehhez ugye szükséges különböző manőverezési fázisok jönnek. Tehát, hogy ez a visszafordító manőver, ugye, aztán lesz lassító manőver, és ugye ugyanúgy lesznek egyébként a Super is úgynevezett ilyen grid finjei, tehát ilyen arra rácsok, amikkel ezeket a, az aerodinamikai manőverezéseket végre tudja majd hajtani a booster. Tehát ebből a szempontból tényleg hasonló lesz, mint egy Falcon 9 visszatérés. A különbség annyi lesz, hogy minden bizonyal ez vízre fog szállni, tehát nem lesz, de hát olyan drónhajó semmiképp sem lesz, mint egy Falcon 9 leszállásnál, hiszen ezek a drónhajók nem bírnák el azt az óriási tömeget, amit ugye ilyen szuperhevi, akár még teljesen üres állapotban is ugye jelent. Tehát ez nem játszik. Abban, arról megy a találgatás, hogy a, ugye a két korábban megvásárolt és azóta is átépítés alatt álló egykori úszó olajfúró platformokat ugye folyamatosan készítik fel későbbi indító platformra vagy platformnak, de és az egyik egyébként Brownsville-nél horgonyzik, de nem tudni, hogy, hogy, ez akár olyan fázisra is elkészül, hogy akár csak egy elkapó manővert végre tudna hajtani, vagy legalább egy leszálló, tehát elkapni biztos, hogy nem fogják a buszert egyébként, ahogy későbbiekben majd szeretnék visszahozni a, a Super Heavy Horizon rakétát, de mondjuk egy ilyen leszálló manőverhez elképzelhető, hogy egy ilyen id platformot kialakítanak a felszínén, de az is lehet egyébként, hogy eleve ezt egy ilyen, hát idézőjelben egyszer használatos boosternek gondolja, hogy vélje a SpaceX, és így is fogják használni, tehát hogy nem tervezik újra használni, és nyilván, hogyha egyébként vízre száll, akkor már nem lesz újra használható. Tehát a b 3 nak lehet, hogy ez lesz az első és utolsó útja, de mindenképp mérföldkövet fog elérni, hogyha a pályára tudja állítani az SM20 második fokozatot, ami egy hát nem teljes orbitot, nem teljes keringést fog végrehajtani, hanem egy, hát egy ilyen háromnegyedni utat, hiszen ugye Brownsville-től indul, vagy hát Vokacsikából indul, és a Hawaii szigeteknél Kauai szigettől északnyugatra fog szintén valószínűleg vízre szállni tehát nem fog egy teljes orbitot, egy teljes keringést megtenni, ezért is ö, ebből is, hát még nem vita, de mindenképp azért ez is témát igényel, hogy egyáltalán nevezhetjük egy orbitális tesztrepülésnek, hiszen nem tesz meg egy teljes keringést, és mindaddig, amíg nem tesz meg egy teljes keringést egy jármű, addig nem tekinthető orbitális repülésnek, de, de mondjuk így most akkor egy orbitális tesztrepülést láthatunk majd. Mondjuk úgy, hogy a New Shepard-től mindenképpen orbitálisabb. Ja, mindenki, meg a VSS Unity-től is, ha már ma szóba került. Azt neki tudja, hogy Jeff Bezos mit fog kitvitelni, ki mint mint az el a legelső Falcon 9 leszálláskor is twitte hogy, hogy gratulált a SpaceX-nek, hogy egy szoborbitális rakétát ám, sikeresen visszahoztak, és akkor welcome to the club, tehát hogy üdv a klubban, mert ugye... Igen. Már a New Shepard egyszer vagy kétszer leszállt, úgyhogy érdekes. Ami érdekes lesz, ugye a másik fokozatnál, ugye még egyszer, nem tehát nem tesz meg egy teljes keringést, és hát a trópusokon fog leszállni. <laughs> Ez is egyébként elég érdekes, hogy hogy, hogy hol máshol, mint egy trópusi szigetnek az északnyugati részénél, vagy hát attól egy picit azért távolabb nyilván nem a szigetre fog leszállni, ugye nem, nem, nem tehát lakott területen belül, vagy lakott területhez közel nem szállhat le. De a lényeg, hogy a második fokozat az a Kauai-tól észak-nyugatra fog visszatérni. Csak most a következőkben arról szeretnék beszélni, hogy, hogy milyen infrastruktúrális fejlesztések, illetve építések zajlanak Bokocsikában, hiszen egyre inkább alakot kezd ölteni. Ugye az a, tehát a teszt, teszt, tesztelési területről beszélünk most már, hogy, hogy tényleg afelé mutat nagyon az egész, hogy hogy tényleg minél előbb szeretné a SpaceX végrehajtani ezt az első indítást. Ami egyébként abban is megmutatkozik, hogy ugye, amíg korábban az SN15-től fölfelé, egészen az SN20-ig különböző fázisokban történtek a prototípus építései, tehát a 16, 17, 18, 19 is, ahhoz képest most jelenleg csak a 16-ot fejezték be, és az jelenleg is a Highway-ben várakozik, de Szinte még ennek is kérdéses a szerepe, ö, nem tudni, hogy ezt f... f... fogják-e használni ezt a, ö, ezt a prototípust, akár orbitális tesztrepülésre akár, akár bármilyen, amíg az orbitális teszrepülést az kizárná, mert az SN20 lesz egy következő olyan fejlesztés, egy hát mondhatjuk már egy negyedik generációs társi prototípus, amivel egyáltalán orbitális pályára történő állítást és repülést végre tudnak hajtani, tehát ezért lett kérdés az SN16 szerepe is, de például a 17-18-19-es prototípust az be sem fejezték. Tehát ebbe, ebből is az látszik, hogy az, a folyamatos és tényleg nagy volumenű fe, ö, építések mellett eleve már a prototípusok építésében is megmutatkozik ez a, ez a hát felgyorsított ö, intenzitás. Tehát, hogy mindenképp szeretné a SpaceX még a nyáron, vagy akár még a hát igen, vagyis most nyáron, de mindenképp idén végrehajtani az orbitális tesztrepüléseket, hiszen egyébként már az SN20-tól fölfelé is már felfedeztek elemeket az SN21, sőt már a 22-höz is, hiszen úgy történne a párosítás egyébként, hogy az SN20 repülne a BN3-mal, az SN21 a BN4-jel, és így tovább tehát mindig egyel növekszik a booster, illetve a Starship második fokozat szám is, és így, így történnének majd a későbbi tesztrepülések. Na de a lényeg, ahol pont most tartunk egyébként. ja nem, ez még nem az, ez még a nem a tesztelési terület, amit éppen RGV videóján látunk, de minden esetre ez itt is azért fokacsika. folyamatos. Uh -huh. Igen, hát ez igazából a, ez a háttér, háttérintézmény, nem is tudom, hogy hogy mondjam, tehát a. Ugye ez anno ugye a, a, a kisebb falu, ahová, amikor így ez, ez az egész óriási komplexum épült. Igen, hát itt egyébként a remekül ö, ábrázolja tényleg a rengeteg épületet, amik tényleg gombászerűen nőttek ki a, a földből az elmúlt években. És, ö, és hát tényleg napi szinten zajlanak a változtatások, tehát ö, még ha nem is látjuk, de tényleg a, ezekben a hangárakban már már épül a, az SN20, illetve a BN3 is. Egyre több, egyre több, részt ö, építenek most már egybe, és konkrétan most már a BN3-nak meg is kezdődött a High bay ben a, a végső uh -huh. összeszerelése. Tehát a, a ilyen 3-4 esetleg öt gyűrűből álló egységeket most már elkezdték összehegeszteni. Igen, tehát, amit az előbb említettem, hogy a 16-tól fölfelé ugye három fokozat hiányzik, vagy három uh, prototípus hiányzik, a 17 18 19 et félbehagyták, és vagy már szét is szerelték, vagy uh, például a 17-nek még egy elég nagy részegysége, de várakozó álláspontra került szegény, pedig már annyi hővédő elemet tartalmazott, hogy már meg is ihletett, és meg is számoltam, hogy mennyi volt. De úgy tűnik, hogy nem tettem. De a lényeg, hogy a második fokozatból most a 16, ami szintén már kész van. Ugye nyilván a 15 az, az a B előtt padon várakozik jelenleg, és utána már az SN20 került, vagy van olyan építési fázisban, amit ugye be is fognak fejezni hiszen, mint említettem, ez az, első olyan prototípus, ami az orbitális tesztrepülést végrehajtja. És ugye a BN1-et, tehát most már a Super Heavy Boosterekről beszélünk, vagy első fokozatokról, hogy a BN1-et a szétszették már korábban, most már lassan egy hónapja, és a BN2 tesztartály, amit még jelenleg ábrázol Brandon, de ez sem kizárt, hogy ezt is szét fogják szerelni, és lehet, hogy az első Super Heavy az úgy fog repülni, hogy korábban külön fokozatként nem is tesztelik. Tehát ahogy ugye említettem, a BN3 lesz az SN20 párja, és lehet, hogy a BN3-at azt úgy küldik ö, harcba, hogy <laughs> csatában nem történt külön magával a szuperhevi fokozattal, Igen. akár szuborbitális, akármilyen repülés, tehát akár csak egy ugrás is, mint mondjuk az SN5, SN6-nál, ugye 150 méteres ugrások. Tehát egy nagyon érdekes koncepció, vagy terv kezd kibontakozni, és mondjuk az eléggé ambiciózus hát azt nem, nem, tudom, hogy vakmerő terve, de ez, hogy, hogy egy eleve egy úgy, úgy felküldeni egy booster orbitális tesztpályára, hogy, hogy még korábban nem volt külön tesztelve, ez vagy a SpaceX-nek a magabiztosságát jelzi, vagy, vagy nem tudom mit, nem is akarok találgatni, de a lényeg, hogy amint látjátok, a BN2 tesztartály már hetek óta ugyanilyen állapotban van, nem történik rajta változtatás. Viszont a BN3-nak pedig egyre több részegységét lát, fedezik fel ugye a Bokacsikában is, mint látható. Ugye az alsó oxigéntartálynak már két nagyobb részegységét már összeillesztették, és a harmadik is elkészült. És lehet, hogy egyébként pont a múlt éjjel történt meg ennek az első, tehát a legalsó narancsága egységnek is a, 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 az összeillesztése a két felsőbb részegységgel tehát folyamatosan zajlik a fejlet az építésének a b 3 nak és, és heteken belül elkészül. De hát, hogyha tartani szeretnék ezt az iramot, akkor kész is kell lenniük. Tehát a lényeg, hogy most a, az egész bokacsika arculatát most már lassan a daruk jelentik, vagy, vagy alakítják át, hiszen a Óriás daruk egymás után épülnek, és ez is az azt mutatja, hogy, hogy tényleg most már a végső felkészülés zajlik ahhoz hogy az orbitális indításhoz meg legyen az infrastruktúra ugye most pont látszik hogy a GVR felvételén hogy ugye az új tankfarm is ugye folyamatosan épül tehát a 8 tanknál vagy tartálynál kettő már kész is Ugye valószínűleg az úgy fog kinézni ez a nyolc, hogy ö, három metán tartály, három oxigén tartály, egy víz és egy oxigén, bocsát, egy nitrogén, tehát három oxigén, három metán, egy nitrogén és egy víz. Így így fog felépülni, valószínűleg a nyolc ö, egység, és ebből a azt persze nem lehet tudni, hogy most pontosan ez a GSE 1 és 2, tehát a Ground Support Equipment ö, van és tú, vagy akkor egy és kettő sorozatszámú tartály az most éppen melyik lesz ezek közül. Valószínűleg egyébként szerintem az oxigén, hiszen láthatóak már a, másik területen kisebb tartályok, és az lesz valószínűleg a metántartály, hiszen oxigénből csak úgy, mint a, ha magára ugye a társipre nézünk, hogy az oxigén tartály nagyobb, tehát minden bizonyal az tárolásra és nagyobb tartályokra lesz szükség. És ha most még pont megállított Szabi egy pillanatra, akkor látszik a kép tetején egy kicsit nagyobb átmérővel rendelkező kör. Ugye a két betontalapzat mellett van egy tünet, és az egy picit nagyobb kör, és valószínűleg az lesz egyébként, igen, köszi, valószínűleg ez lesz a víztartály. És, de az, hogy a másik hét az hogy oszlik meg, az egyelőre még kérdés. De valószínűleg az oxigéntartályok magasabbak lesznek, mint a metán tartályok. Aztán tényleg érdekes lesz, hogy hogy a végső 8 az hogy fog felépülni. De emellett egyébként ugye már ez az úgynevezett uh, óriás daru, ez a Kong, vagy Frankenzilla, nem bocsánat Franken Crane, ahogy uh, uh, nevet adtak neki. Tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen, hát nem hiszem, hogy szülött szegény, de nevezzük azért így, de mindenképp érdekes látványt nyújt, mert korábban nem volt egy ekkora óriás daru itt bokacsikában. Tehát ez már azt a célt szolgálja, hogy ugye ezt az indítótornyot felépítse majd. Ugye az átható volt a korábbi felvételeken, hogy ugye különböző szegmensekből áll ez az óriási indítótorony, és már az első szint egyébként kész van a betontalapzaton, viszont a második, harmadik, negyedik és ötödik szint is most már építés alatt, sőt a kettő, második és harmadik már kész is, amiből a második már egyébként át is került már erre a területre, és hamarosan egyébként valószínű az első szintre is helyezik, és ehhez az, ehhez a, az úgynevezett stackinghez, tehát összeillesztéshez van szükség egy ilyen óriási teherbírású darura, ami ez a úgynevezett Franken Crane vagy, 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 Kong, másik beceneve Kong, uh, és ez egy ugye típus szerint egy ilyen RR, uh, tehát Liebherr 11.350-es, ami, ami, a nevében vagy a számában benne van, tehát egy 1350 tonna uh, kapacitással, teherbírással rendelkezik, és hát azért ezekhez a szegmensekhez szükség is van ekkor a teherbírásra, hiszen uh, azért ezek majdnem ilyen 1000 tonnás uh, monstrumok már önmagában is akkor mint egy panelház, és ezekből lesz ugye, azt hiszem, azt 5 vagy 6 egymásra helyezve, és így éri el majd az az indítótorony az teljes 140 méteres magasságot, hiszen ennek nem csak az a célja, hogy hogy ugye indítsa, vagy kiszokálja az indításhoz szükséges infrastruktúrát, hanem ezen lesz majd vala, valamikor, majd a jövőben az elkapó rendszer is, ami a super heavy fokozatot ugye el tudja kapni majd. Ugye két óriási villával valószínűleg a a, még a levegőben lebegve kapja el a, a booster -t. De ennyire ne is menjünk előre, mert amúgy is már nem, nem nagyon van idő, de majd még erről később beszélünk, erről az elég uh, hagymereztő koncepcióról. De a lényeg, hogy most látszik ez az óriási daru, amit ugye már a héten befejeztek, és ezen kívül még egy uh, további 1100 tonna teherbírású másik óriás darut is felépítettek, aminek a funkciója. Pontosan nincs, vagy nem ismert, de valószínűleg azért nehéz terhek szállítására vagy ide-oda áthelyezésére funkcionál majd, vagy szolgál, de mindenképp a fő látvány vagy fő attrakció ez a 11.350-es típus számmal rendelkező óriásdarú. És szerintem lassan hívjuk egy, egy adásnak nem mondhatjátok, hogy az elmúlt hetek kimaradt Max nem pótoltuk be. <laughs> szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, reméljük, hogy hallottatok sok érdekes dolgot. Amire kérünk benneteket, hogy, hogy, hogy vigyétek a hírünket, tényleg mondjátok mindenkinek, hogy, hogy, hogy létezünk, hogy van egy ilyen platform, ahol, 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 folyamatosan foglalkozunk ezzel a témával, és mint ahogy látjátok, láthatjátok, az egész formátumnak a lényege, hogy valamilyen szinten titeket is bevonjunk a beszélgetés az élő cseten keresztül. Szerintem akik szeretnek minket, egyrészt ezért is szerethetnek minket. Úgyhogy tényleg az a jó, hogyha minél többen vagyunk, hogyha hogyha minél több kérdést kapunk, és minél jobban körbe tudjuk járni ezeket a, a dolgokat. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha van kedvetek hozzá. Nyomjatok egy lájkot like az élőadásra, hogyha tetszett, mert ezzel tudjátok titokban segíteni a munkánkat, az analitikai egy picit e, nemesebben, kegyesebben válik a bánik a mi csatornánkkal. Továbbá, ahogy az, az élőadás elején mondtam, podcast formájában visszahallgathatjátok a műsoraink egy egész nagy részét. E, a videótárban minden élőadást visszatudtok nézni bármikor, tehát bármilyen élőadásunk volt, ez mind e, megmarad az utókornak, remélhetőleg, amíg a YouTube szerver létezik. E, olvassátok a a spacejunkie.hu oldalt, a srácok a lelküket kiteszik, hogy a legfrissebb híreket hozzák magyarul értető formában. Fel tudtok iratkozni push üzenetekre, ez azt jelenti, hogy feliratkozás után kaptok értesítést, hogyha új cikk jelenik meg a spacejunkie.hu oldalon. Tudtok minket követni Facebookon is továbbra, a spacejunkie.hu néven, vagy pedig az űrutazás űrhajók csoportban, valamint fent vagyunk Instagramon, Twitteren, és TikTokon. É, és még egy fontos dolog, amit szerintem kihagytam. Tudtok minket anyagilag is támogatni, nem kötelező egyáltalán, ez, tehát ez tényleg csak azoknak szól, akik, akik annyira szeretnek minket, és megtehetik, hogy, hogy támogassanak. Ezekből a támadá... tám... mondtam, támogatásokból fedezünk egy pár érdekes kiadást, vizualizációkat, különböző szoftvereket vásárolunk, eszközt fejlesztünk, meg alapvetően, hogy fejlődjön az egész csatorna, tényleg mindig próbálunk fogokat betoldozni, foldozni, vannak nagy terveink, valamint az előző TechQ adás csak egy, tényleg egy pár szó erejéig, ugye látha, akinek kimaradt a tizedik TechQ adásunk, abban a, a félre sikerült balra reptetésről beszéltünk, és elmondanám nektek, hogy ez alatt az elmúlt pár nap alatt teljesen új erőre kapott ez a projekt, és fantasztikus! amilyen támogatást kapunk tőletek, és itt most nem feltétlenül anyagiakra gondolunk, hanem hozzáértés, szakértelem, eszközök, és úgy néz ki, hogy mint egy griffin madár újra, <laughs> újra születik ez az egész projekt, úgyhogy mindenképpen figyeljétek az a nem a Főnix. Főnix, a Főnix madár. Főnix születik újra. Főnix madár. Jó, oké. Okay. Oké, okay, <laughs> megvettem. <gül> Fűnix madály hamvaiból újra feltámad, és nah, repülni fog. Úgyhogy igen, kövessétek a fejleményeket, mert fantasztikus fejleményekkel várunk majd benneteket, de ahogy, tehát mindent majd a maga idejében. És szerintem nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk. Legyen úgy. Rendben. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönjük, hogy ránk szántátok ezt az elmúlt majdnem két és fél órát, Figyeljétek minket, jelentkezni fogunk nem sokára, mert aktívak vagyunk, nézzétek az indításokat. Szerdán, ha minden igaz, és ha nem csúszik, akkor megpróbáljuk közvetíteni a következő Starlink 60 darab műhold indítását. Úgyhogy figyeljétek a csatorna tartalmát, és a felhívásokat, eseményeket. További kellemes estét kívánunk nektek, vigyázzatok magatokra, és találkozunk nem sokára. Sziasztok, jó iszeket! Sziasztok, kellemes, szép estén! Kellemes bellyflopot az ágyba. Sziasztok! Igen Shit. <laughs>